Az áldozatok közül a törvény meghatározza a különleges bánásmódot igénylők körét. Ide tartoznak a 18 év alatti személyek, vagy a nemi bűncselekmények áldozatai. A kirívóan erőszakos bűncselekmények kapcsán is lehetősége van a bíróságnak bármelyik sértettet különleges bánásmódot igénylő személynek nyilvánítani, közölte a törvényszék szóvivője. A tavaly életbe lépett büntetőeljárási törvényünk egyik célkitűzése többek között a sértettek jogainak érvényesítését elősegíteni, a sértettek nagyobb fokú védelmét biztosítani a büntetőeljárás során. Így például a sértettek esetében lehetőség van arra, hogy a büntetőeljárás során bármikor elmondhatja azt, hogy a bűncselekmények következtében milyen testi, lelki szenvedést kellett átélnie, lehetősége van arra az áldozatnak, hogy a büntetőeljárás során segítő vegyen igénybe, azaz meghatalmazhat egy nagykorú szemét, hogy az ő érdekét képviselje. Ha az áldozatok anyagi helyzete nem teszi lehetővé a jogi védelem kifizetését, akkor pártfogó ügyvédet rendelnek ki részükre, tette hozzá a szóvivő. A törvényszék fontosnak tartja, hogy a lakosság figyelmét felhívják a bűncselekmények áldozatainak védelmére. Közleményt adtunk ki, itt részletesebben tájékoztattuk a állampolgárunkat, hogy milyen lehetőségeik van, hogyha bűncselekmények áldozataivá váltak, illetőleg tudni kell, hogy a bíróságon minden szerdai napokon van ügyfélfogadás is, és itt akár, hogyha valaki bűncselekmény áldozatává vált, illetőleg bizonyos esetekben, például becsületsértések, könnyű testi sértések esetén magát a feljelentést is megteheti a sértett. A bűncselekmények áldozatait több eszközzel is védik. A törvényszék honlapján sok hasznos információt találhatnak az érdeklődők, illetve érdemes igénybe venni a törvényszéken a személyes tájékoztatást is.